Köszöntöm a duet nézőit, és tisztelettel üdvözlöm Boros Imre közgazdát. Köszönöm, hogy ismét eljött hozzánk. Jó napot kívánok. Miniszter úr, ha megengedi, akkor uh, én most csak nagyon röviden és tételesen felsorolnám azokat a témákat, amelyről a véleményét kérem. Mai beszélgetésünkben szeretnék ejteni önnel a uh, magyar miniszterelnök braziliai utazásáról. Akkor a hazai vizekre evezve a főpolgármesteri előválasztásról, a tegnapi brüsszeli tüntetésről, és végül kihasználnám az alkalmat, hogy mivel azért merem nevezni önt elsősorban bank, banki szakembernek, arról a banki változásról, amely a bizonyos átutalásoknál Magyarországon, Könnyíti az emberek életét. Kezdjük Brazíliával. Hát, ugye először egy rövid, a, hogy mondjam, világosság kedvé, rövid bemutatás az országnak. 200 millió fölötti lakosság létszám, 8,5 millió négyzetkilométernyi terület. Iszonyú olyan terület, ami, hogy mondjam, a világnak a tüdeje. Nagy, nagyon Diverzifikált, helyjel közel, magas színvonalú gazdasági teljesítmények, repülőgépet gyártak, stb. minden. Elég jelentős előrehaladás a megújuló energiákban, például ugye, mikor a cukorára lement, akkor ugye átálltak a cukorból készült üzemanyagokra, benzinpótló anyagokra, stb. Tehát nagyon jó mezőgazdaság, Brazília több szempontból is érdekes egyrészt a világbannak, egy súlypontja országa, egyébként a BRICS nevű újabb alakulatnak, amely ugye a, alternatív képződmény a IMF világbankkal szemben, és a világgazdaság teljesítményének több mint 30%-át viszi a BRICS. Oroszok, kínaiak, indiaiak, brazilok, dél-afrikaiak, ezek vannak a BRICS-ben. Ami Magyarországot illeti, Magyarországnak is van kapcsolata, nem is mai. Van egy magyar emigráció, is, ugye Brazíliában egy 20-30 ezeres emigráció. Azon felül ugye a braziloktól szoktunk szóját venni, meg korábban tán cukrot is, és magyar teljesítmények is mentek oda ki. A magyar diaszpóra elég aktív kapcsolatot tart az anyaországgal, ez a kapcsolat most még javult is. Na most, ami a politikai részeket illeti, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon kellemesen alakult ez az egész, mert ugye az észak-amerikai kontinensen az Egyesült Államokban fordulnak a nemzetállami ügyek fele, így finoman fogalmazva a Trump elnöksége óta, és egy kicsit elfordulnak a világ hatalmi ügyektől, tehát többet foglalkoznak az amerikai nemzette, úgy látom, hogy ez az új brazil elnök is ugyanenben az irányba indult el, és a világ hogy mondjam, ott irányítani akaró, magát megnevezni nem akaró erő, én úgy nevezném pénzügyi világhatalom, ma szembe megy például a migrációban, mert ezt azt mondják a brazilok is, mint hogy mi is, nem arról van szó, hogy nincs, vagy nem lehet valamilyen mértékben. Na no, de hát elnézést. Döntse már el a befogadó ország, hogy kit, hogyan és honnét fogad be, mert nemzetbiztonsági kockázat mindenféle érdekek mentén megy. Tehát ott még nem tartunk, hogy a magát megnevezni nem akaró akárkik kormányt játszanak világkormányt játszanak, ugye? Brazília is azt mondta, hát ebből köszönjük szépen, nem kér. Ez az elnök megkapott 56 ot ami úgy gondolom Hát, eléggé masszív győzelem. Brazíliának, az elnöknek, az új elnöknek, ahogy ön mondta, joga van megválogatni, hogy kiket hív meg az országba, kik lesznek a, a jövő brazil polgárai, mint ahogy joga van megválogatni azoknak a körét, akik részt vesznek a beiktatási ünnepségen. Na ez volt a másik, hogy jaj, milyen kevesen mentek. Hát én kérdezem, kiket hívott? nem biztos, hogy mindenkit hívott, akinek úgy különösebben az ábrázatára nem volt kíváncsi. Tehát például Juncker biztos nem hívta, ugye? Attól tartok, Angéla Merkel se hívta, és akkor sorolhatnám tovább, viszont hívta azokat a vezetőket a világból, akik úgy nagyjából a nemzetállami törekvéseknek a centrumába állnak, és azok mind el is mentek szépen, úgy szépen fölsorakoztak, és nagyon kiemelném, hogy például Izrael is, ami egy nagyon újszerű dolog, és nagyon örvendetes, hogy gyakorlatilag az izraeli polgárok, illetve az izraeli kormány most azt mondja, hogy hát húzzunk már egy választóvonalat, ne keverjenek el minket, ne, ne, ne keverjenek minket bele a világ birodalmi balhéba, mert akkor mi csak a rövidebbet húzzuk, ugye kapunk annyi merényletet a nyakunkba, amennyit csak akarunk, hanem mondjuk meg, mi egy nemzetállam vagyunk, ugye? és nemzetállami törekvéseink vannak, pont. És akkor ez vitte oda nyilván Netanyahu Netanyahut is ebbe a csapatba. magyar ellenzéknek nem nagyon tetszett, hogy a magyar miniszterelnök ott van, ahogy ők mondták a szélső jobboldali Zsair beiktatási ünnepségre. Az az ábra, hogy nézze, hogy ők, nekik, ami nem tetszik, arra ők iszonyú mennyiségű jelzőt aggódnak állni. Ezzel hova tovább már nem kell foglalkozni. Ugye túlpörgették az antiszemita jelzőket. Itt jött az izraeli miniszterek azt az, hogy Magyarországon gyakorlatilag nincs antiszemitizmus. Mi több? Magyarországon élő zsidóság, reneszánszát éli vallási, kulturális minden szem. van. Bon. De ezek után ugye ez kifújt. Hát a szélsőséges meg, hát az elég megfoghatatlan. Ha nekem valami nem tetszik, akkor mondom, hogy szélsőség, bal, jobb, stb. Amúgy egyébként én úgy gondolom, hogy jelenleg ellenzékben vannak szélsőséges erők, mégpedig nem kevés, mert úgy lépnek fel és élnek vissza a véleménynyilvánítása jogaikkal, hogy az sérti a többségnek az érzékenységét mert Nem csak a kisebbségnek van, kisebbségeknek van érzé... többségnek is van érzékenysége. Mi több helyjel közzel a büntető törvénykönyv törvény paraklasaiba ütközik. Akkor ki itt a szélsőség? Az a rendőr, aki tűri, hogy őt mindenféle mocsoknak nevezzék, meg dobálják, meg egyéb, vagy aki oda küldi ezeket, hogy ott azért középületeket védjenek, meg stb. Vagy az a szélsőség, aki ezeket, vagy az a csapat, aki ezeket műveli. Ezen nagyon el lehet gondolkodni. Szélsőséges ö, megmozdulásokra, jelenségekre akár számíthatunk is a mostani főpolgármester választás castingján, ezen a bizonyos előválasztáson is, ahol ugye két baloldali a liberális ember méri össze erejét, aztán a nyáron folytatódik a küzdelem. Hát ráadásul ezek ugye össze is álltak már, úgy hivatalosan pártszövetség, nem tudom mi a hivatalos neve, ugye a két ember. Én nem is értem, hogy itt mi a helyzet. Hát elvileg ugyanazt a követ fújja, mind a kettő. Azt mondják. Nem is tudom, egyik mondta, hogy hát 90 százalékban ugyanaz fújja, mint a másik. Hát akkor mi, mi, miért mennek egymás? de mind a kettő azt mondja, hogy ő az igazi. Na jó, jó ez, ez meg már ugye egyfajta, hogy mondjam, az, 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 egyéni, ér, eh, hogy mondjam, kvalitásoknak a kis szubjektív túlértékelése, amikor én azt mondom, hogy jobb vagyok, mint a másik. Amúgy egyébként, hogy te mit gondolsz magadról, kedves barátom, a senkit nem érdekel, az érdekel, hogy a választó mit gondol rólad. A végén akkor is csattar az astor, ahogy mondani szokták ha már egy választás és főpolgármester választás Budapesten, hát erről nekünk lesz majd még alkalmunk önnel is bizonyára ebben a stúdióban beszélgetni, amikor közeledünk majd a, a megmérettetés dátumához. De hát van még egy, ami még közelebb van ennél az Európai Uniós választás. Ennek bizonyos előjelei már azért érezhetők, hogy mire kell készülni Hát hogy gyakorlatilag mind a két oldal, van, hála Isten, tehát itt a két oldalat értem, ugye pillanatnyilag csak Juncker mondja azt, hogy ő reméli, hogy az Európai Uniós választásnak nem a fő témája, nem a vezető témája a migráció. Hát ne remélt, kedves Juncker, mert az, hogy milyen mértékben ezen megy most a küzdelem. És gyakorlatilag ugye azokban az országokban, ahol letették a voksot hivatalosan a kormányzatok, hogy nem óhajtanak ilyen típusú bevándorlást, hanem ők szeretnék megmondani, menekült státusz kinek jár, arra megvannak a definíciók, és kinek nem, oltalmazott, stb. Tehát ők személyesen, ahhoz meg kell, utiokmány, meg hát személy, ugye, hogy ki az, hát utána nézzenek, hogy ki az illet. Oda most szervezgetik ezeket a, hogy mondjam, verbális verőbrigádokat, úgy mondanám, verbális verőbrigádokat, mert hát azért vegyük észre, hogy ide meg már Budapestre, hogy a Soros Egyetem körül hivatalosan is betelepültek a 90-es években Magyar Bálint segítségével ezek az emberek. És hát vannak ugye fizetett úgynevezett civil szervezetei, annak vannak aktivistái. Ez ugyanaz a modell, mint ami annak idején 1919-ben működött, ugye. 1919-ben is, hát itt Budapesten azt lehet mondani, hogy egy 80-100 fős, jól felkészített, bajkeverő brigád, a hát meglehetősen szétzilált állapotba meglehetősen nagy ramazulit tudott csinálni. Ugye? És aztán utána ugyanúgy viselkedett, mint ahogy most, tehát abból, amit mondtak, az, követ, az a viselkedés következett, amikor volt. Most, amit mondanak, felteszem a kérdés: milyen viselkedés következne, ha ők jönnének? Nagyjából ugyanaz. Hmm mai beszélgetésünket megelőző napon volt egy brüsszeli fellépése az ottani magyar ellenzéknek, nem másnak a vezetésével, mint a Derék Judith Sargentini asszony. Ő volt a fő szónok. Hát ott is próbálták Magyarországot olyan színbe beállítani, ami nem biztos, hogy megegyezik a, a magyarok többségének véleményével és a, a nemzetközi közvélemény többségének véleményében. Az a helyzet, ugye, hogy először is ezek a zöldek, én átnéztem, hogy kifélék, mifélék az, ahol két brigád van. Az egyik brigádban nemzeti szinten mind volt kommunista pártok, vagy most is kommunista pártok, illetve szélső baladék. Európai szintéren bemaszkírozták magukat zöldnek, ez a kommunista vonulat. A másik vonulat pedig a volt liberálisokból zöldnek maszkírozott csapat. Ugye ez Tény, ezen kár is vitatkozni, ezt nem is tagadja senki. Beleértve Judit Sargentinit, ő is egy ilyen drága, aranyos, kedves asszony. A holland zöld a a párból. Na most, ha mi zöldünket nézzük, mert ugye a lmp sek nevezik magukat zöldnek, uh -huh. hát azért itt se más a helyzet. Hát amikor a zöldnek nevezett, maszkírozott LMP volt társelnöke becsapódik Gyurcsány Ferenc pártjához tanácsadónak, akkor azt mondom, kívül zöld a dinnye, belül meg veres. Úgyhogy ez a nagy helyzet, ez a nagy helyzet. Na most a, az egésznek a, a, a színrevitele meglehetősen nevetséges. Mert azt én megértettem volna, ha itt tudnak csinálni legalább egy 50 ezres tüntetést, és itt Szargentini asszony nyomja a sódert Pesten, mondjuk a Szabadságtéren, vagy a ősök terén, de oda Brüsszelbe. Hát oda fut ez a kis... Mikulás kis csapatocska, krampuszok, Mikulások vannak, vagy 15-en, és akkor ott Sargentinivel nagyon megértik egymást, magyar feluratok vannak. Hát a belgák néznek, hogy miféle brigád? Hát ha nézik. Hát ebben, ha, ha nézik egyáltalán, mert annyi minden van a Brüsszelben, én ugye rengeteget jártam a, az évek hát. során, 50-szel számít, szó volt ahol, ott. Hát olyan nap nem volt, hogy valami kis Igen. ilyen Tünci-Bünci ne legyen. Ha már zöldeket említett, a Judith Sargentini -Holland zöld kapcsán, akkor nem tudom, hogy újat mondok-e miniszter úrnak azzal, hogy most van egy francia zöld miniszter, aki azt bátorkodta mondani, hogy nem kell szülni ők, ö, gyerekeket a francia nőknek, mert helyet kell hagyni a migránsoknak. Hát gyakorlatilag ugye a magyar költök bizonyos pontokon, amikor nagyon el voltak keseredve, magyar történelmi múltba. Nagy elkeseredésben, de valószínűleg nem komolyan versbe szedtek ilyet. Na de az egészen más helyzet volt. Ma azért a, hogy mondjam, a demokratikus berendezésbe, a jóléti államba ilyet mondani, az agyhalál. Na most ezek az agyhalott emberek, ezek úgy gondolják, hogy őket mindenki követi azon az úton, amin ők járnak. Ha megnézzük, és ez nagyon fontos, az ilyen vezérkarok zömének nincs gyereke, lehet, hogy egyedül él, vagy minimum elvált, vagy minimum mindenkivel haragba, bajba van, de ő olyan demokrata, kérem, hogy az elképesztő. Nem akarom felsorolni az európai vezetők hosszú sorát, hogy egy fikaz gyerek nincs. Uh -huh. Hát nekik ugye az élet így. Ezt, ezt illetve ezt hozták ki az életből. Úgy gondolják, hogy ez követendő modell? Hát nagyon tévednek. Nagyon tévednek, és remélem Magyarországon ez a tévedés már, hogy mondjam, be is következett. Én az elején azt mondtam, hogy önt úgy is látom ebben a székben, mint egy olyan közgazdászt, akinek irigylésre méltóban kiismeretei vannak. Ezt szeretném most kihasználni, és így beszélgetésünk zárásaként arra kérem, hogy értékelje azt a, azt a banki megoldást, amely hát érinti a, hát az állampolgárok nagyon nagy többségét, hiszen valamennyien rá vagyunk utalva, hogy bizonyos időszakokban, bizonyos helyzetekben pénzt kell utalnunk. Hát valóban a produktív életem nagyobb részét, mint egy negyed századot banki szektorba értem le, attól azelőtt pedig a az egyetemen szakott végeztem, kiváló professzoraim voltak, Rész Miklóst és Hágel Istvánt emlékeztetném, említeném, őnáluk doktoráltam, stb. Öh, és ezen túl én, hogy persze bent voltam ebben a szektorban, egy, 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 egy kicsit bankkritikus is voltam, és vagyok a mai napig. Na most, ami ezt a fizetési forgalmi tételeket illeti, itt volt ennek a legfontosabb ideje gyakorlatilag ezt már egy évtizeddel ezelőtt is meg lehetett volna. Miről van szó? Arról van szó, hogy ön elküld egy pénzt, mert tartozik valakinek valahol, megnyomják a gombot, egy másodperc alatt ott van az illetőnek, megnézi, hűtje, már kifizették a tételt. Mi volt eddig? Hát eddig az volt, meg mondjuk egy évtizeddel ezelőtt, bemegy az ember a bankba, kitört egy cetlit, beadja nekik. Oké, okay. elindul. Két napulva a érintett, akinek küldtem volna pénzt, reklamál, hol a pénz? Hát bocsánat, itt elküldtem. Az bemegy a bankja, most, hát ide még nem jött meg. Oda a más, mi meg már elküldtük. Szóval magyarán szólva az utolévő pénzzel a bankrendszer forrásköltség nélkül sajátjaként dolgozott és pénzt keresett. Ugye és ezt, most ez a helyzet Ez a bankkritikus része Igen. a dolognak. Igen. Ez szóval a két helyzet... napot mondott ön, de hát ez a jobb eset, mert van arra hivatkoztak, mondod, hogy nincs heteg. banki nap. Hát és banki már nap se volt, Igen. Meg, meg elveszett, meg eltolták, Persze. meg mit tudom én. Voltak itt esetek, volt úgy, hogy két hétig ért a pénz. Na most ehelyett, ugye 10 millió forint alatti tételek, és ez a forgalomnak a, hát legalább a 90 a ha nem több. Igen. Több. Volumenbe biztos, tételszámban meg még biztosabb. Ez azt jelenti, hogy azok a polgárok, kis cégek, stb., akik ebbe bent vannak, biztosan számíthatnak arra, hogy a partnerük, ha teljesít, akkor ott azonnal, ha nem teljesít, akkor azon el lehet a grabancát kapni, ugye. De a banki rendszerből értelemszerűen egy csomó olcsó forrás az így kikerül, mert oda kerül pontosan, ahol volt. Tehát igazándiból, miután a bankrendszert Magyarországon nem verseny alapon építették fel, annak idején surányék, bár erről retteltesen sokat beszéltek, hanem haveri alapon adták oda a bankokat ingyen szinte a rendszernek, azok meg összeálltak, és ilyen reggeli is beszélgetéseken eldöntötték, hogy minek mennyi az ára. Ma is nagyon drága a banki szolgáltatás, nagyon alacsony a banki hitelezési tevékenység. Kelet-Közép-Európában legalacsonyabb szinten vagyunk mi GDP arányosan. Tehát kevés hitelt nyújtanak. A hitelekkel természetesen van bajlódás. Kockázatot is kell viselni. Az ügyfelet meg kell ismerni. Ez munka. A pénzforgalmon viszont alig vannak költségek. mert tessék nekem elmondani. Azon, hogy átutalok, mi a fene költség van? Mm -hmm. Hát egy egy elektros villamás, tehát az minimális költség volt. Ebből is fakadhatott az, hogy évekkel ezelőtt azt olvastam, hogy Magyarországon a bankok nyeresége a legnagyobb, szinte egész Európában. Hát ugye Százalékosan... volt egy kicsi, kis, meg, hát először is volt 15 gyönyörű évük, beleértve a devizahiteleket. Dölt hozzájuk Igen. a lé, hogy mondják uh -huh. itt Budapesten. Dől a lé, francia dől a lé. Ugye, <gül> <gül> volt egy-két év, amikor a devizahitelek kirendezésébe azért az állam is beszállt az általa, a rendelkezésre álló jogi és törvényi eszközökkel, hogy több is történjen, azt a kúria akadályozta meg, kihangsúlyozom, nem a magyar kormány, mert magyar kor, mostani magyar kormány nyakába akarják a még megmaradt zűröket akasztani, lesznek szívesek, vagy a gyurcsányék nyakába, azt, vagy a kúria nyakába, ugye? aki kimondta, egy elvi határozatba, hogy kérem szépen egy hitel, akkor is lehet devizahitel, a szerződésben a devizaszó nem is szerepel. Na, ez a csúcs. Na mindegy. Tehát ehhez képest lépegetünk előre, nagyon sokat lépünk előre, és hát úgy tűnik, hogy ez azt hiszem a közönségnek a tetszését mindenképpen elfogja. Az enyémet mindenképpen <laughs> ezt elért az én tetszés szintem, de valószínűleg mindenkiét, amikor mit tudom én, Nyíregyházáról megindítanak egy pénzt, uh -huh. és akkor Zalaegerszeg, még nem is tudta telefonálni az illető, hogy eküdte a pénzt, már már is, van. már is csönget a mobil. Igen. Mint ahogy remélem nézőink tetszését is elnyerte az ön jelenléte itt a stúdióban. Köszönöm önnek a beszélgetést. Úgy is elvárjuk stúdiónkba legközelebb, mint hegyvidéki Kérem. lakost. Legyen szerencsénk. Kedves nézőink, köszönöm a figyelmüket. Tartsanak máskor is a duettel.